A mai videóban megmutatom nektek, hogy mit viseltem körülbelül így a héten, pontosabban azokat az outfiteket, amiket az elmúlt időben gyakran hordtam, most nem fogom tudni lebontani így egy hétre, és azt is meg fogom mutatni, hogy mit viselek szerintem majd ma, vagy mit tervezek ma, hogy minél többet láthassatok ebből, és talán tudtok belőle inspirálódni. Smink nélkül teljesen lazán, így vasárnap le tudom nektek ezt filmezni, és igen, ennyi, remélem, hogy tetszeni fog. A jövőből szólok hozzátok, mivel a videó készítése közben gyökér voltam, elfelejtettem szinte egy-egy dolgot elmondani, hogy honnan van, és hogyan, és régi, vagy új, vagy mit tudom én. Úgyhogy leírom az infoboxba mindenféle outfithez az információkat. Ez volt az az outfit, amiben szombaton mentem orvoshoz, nőgyógyászhoz, mert nagyon-nagyon meleg volt, ez egy zarás ruha, viszonylag hosszú, nagyon kényelmes, és megmutatom, remélem látjátok a mintáját, jaj, nem fókuszál. Igen. Kicsit nagyon kivágott, ezért megtűztem, vagy ezt mindig meg szoktam tűzni ilyen biztos tűvel. A cipőm hozzá az Hermesnek az orán papucsa, mert úgy voltam vele, vagy az a helyzet ezzel az orán papucssal, hogy én szeretem. Viszont, hogyha nagyobb körökre megyek, vagy egész nap gyalogolok, akkor annyira nem kényelmes nekem, ezt be kell, hogy valljam őszintén. Már csak azért sem, mert hogy tartom ugye a lábujjammal a papucsot, vagy hát alapjáton a papucs nekem nem kényelmes egész napra, teljesen mindegy, hogy mi erről beszélünk, ezért akkor inkább a szandál verzióját szoktam hordani. De természetesen majd ezt is láthatjátok egy következő outfitben, de ezen a napon nem járkáltam úgymond nagyon-nagyon sokat, tehát az nem probléma, hogyha 2 órát megyek benne, de többet, tehát egy ilyen shopping túrára nem venném fel például. Ékszer, mondjam, ez a Hey Happiness-től, ez a kicsi nyaklánc, az órám az a Hex Trend Pains, ezt is majd megmutatom inkább, nem akarok itt most szarakodni, és van rajtam egy ilyen kis nyúlvanos karkötő, és majd ezt is megmutatom, lehet, hogy majd ezután így ide bevágom a kiegészítőket nektek egy kis klipben, tehát nem egyszer az egészet. A táskám az pedig a szeretett mostani szülinapi ajándékom, a Loewe-től ez az Anagram Basket, méghozzá a small, a kicsi verzió, ami lerobbanthatatlan róla, én nem gondoltam volna, hogy én ezt ennyire úgymond, gondoltam, hogy én ezt ennyire szeretni fogom, de én kicsit úgy negatívan beszéltem róla, mert igaz, nem én vettem magamnak, hanem ajándék volt, de sokaltam értem, úgymond saját magam kiadni azt a pénzt, viszont azóta egyfolytában ezt hordom, és most úgy vagyok vele, hogy igen, azt hiszem, hogy a jövőben is beruháznék designer ilyen raffia táskára, mert egyszerűen valami tökéletes, és annyira jó a mérete, annyira kényelmes, annyira könnyű, hogy szinte mindig ez van rajtam, de majd úgy is láthatjátok a következő outfitekben. Úgyhogy igen, ennyi. Amúgy ez egy kis poliészter ruha, de mivel ennyire lenge, ezért nem érzem rajta, hogy izzadnék benne, pedig aznap meleg volt, és szerintem ez egy ilyen nagyon egyszerű, akár ilyen fürdőruha fölé is felkapható dolog lehet. Mégsem az a nagyon laza, úgy tűnik, mintha tettem volna valamiféle erőfeszítést. Volt ez egy nagyon egyszerű dolog így felkapni, nem átlátszó, teljesen mindegy, hogy milyen fehér neműt hordasz hozzá. Nyilván melltartóval figyelni kell, én nem hordok hozzá, főleg, hogyha nagyon meleg van, de teljesen, viszont teljesen mindegy, hogy fekete-fehér neműd van, mert egyáltalán nem átlátszó, hál' Istennek. Ne haragudjatok, a háttérben megy a mosogatógép, ne foglalkozzatok vele. Íme az óra és a kis nyúlvanos gyöngyös karkötő, ez egy jó múltkori szerzeményem, és rajtam van a Koni design gyűrűm, ami mindig rajtam van, ezt le sem szoktam venni. Hát igen, azt hiszem, ez nem lesz újdonság, ez szinte unalmas, de ez egy ilyen munkába menős outfit, igazából ez a való élet, le sem lehet robbantani rólam ezt a szettet, de nem érdekel, egyáltalán nem érzem magam gázul, hogy körülbelül az én nevem egy év fornyáron ezzel a szettel. Azt hiszem, hogy ez a ruhatárban mondható sikernek, maga ez a szett, ez nagyon bejött nekem. Nem is tudom pontosan, hogy melyik nap hordtam, de munka után a kolléganőmnek volt baby partia, és megleptük őt egy ilyen, nem baby shower, tehát nem tudta, meglepetés volt. Mindenki sütött valamit, vagy valamiféle kis rákcsálnivalót vittünk,
hogy legyen mit enni, és megleptük őt egy csomó pelenkával és popsi törlővel, igazából egy ilyen kis gesztus volt tőlünk, és ezt hordtam. De akkor is ezt vettem volna fel, hogyha simán dolgozni megyek. Az Zarából van maga ez a szett, és a cipőm, azt most kétféleképpen felvettem, hogy meg tudjam mutatni. Én ezt nagyon szeretem, ez egy Weekend Max Marás papucs, kötőjel szandál. Itt papucsként hordom, a másik lábamon pedig szandálként, ugyanis ez egy ilyen teljesen rugalmas kis lenvászon gumis rész, ami egyáltalán nem töri a lábat, és felvehető így papucsként, és átrakható így hátra, sarokra, szandálként, tehát sokszor, vagy nem is tudom, hogy hol volt rajtam először, hogy hol vittem először, azt hiszem, hogy a dél-olaszországi nyaralásunkra vittem először. Nagyon hasznos, mert amikor éreztem, hogy a papucs már annyira nem király, vagy úgy váltanék, akkor csak átraktam a pántot, amikor egész nap mentünk hátra így a sarkamhoz, úgyhogy ez egy jó vétel volt. Nagyon-nagyon örülök neki, és nagyon szeretem hordani. És szerintem kiegészíti ezt a szettet. Hát, hogy maga a szett fekete táskával jobb lenne, vagy mecsi-mecsibb lenne, de munkahelyre is ezt viszem, leginkább ezt a táskát nem akartam átpakolni, és ezért döntöttem ismét a lőbe mellett. Kiegészítőm az egy új nyaklánc, amit Gigitől kaptam, mert ő nem hordja. Azt mondta, hogy neki nem kell, és remélem így látjátok, nem csak a koszos tükröt. Ezt a TK Maxx-ben vette, azt hiszem, és kicsit hasonló stílusú, talán nem mondanám gyúpnak a Van Cleef-hez, de inkább ilyen zománcozott nyakláncnak mondanám, és szerintem ez nagyon aranyos. Úgyhogy ezt aznap volt rajtam először amúgy, és azóta is nagyon szívesen hordom. Amit még szoktam csinálni, az az, hogy rátekerem így a csuklomra, mint karkötő. Ezt sokan csinálják amúgy a Van Cleef nyakláncokkal is például, és úgy is tök jól működik. Az egyetlen hátránya az az, hogy nagyon, tehát ha nem figyel az ember levételnél, vagy hogy teszed, akkor nagyon könnyen így a lánc becsomósodik, és akkor így két tűvel kell, így két biztos tűvel szedtem szét róla a csomót, hogy szét tudjam szedni, hogy ezzel vigyáznom kell, de amúgy egy nagyon-nagyon szép nyakláncról beszélünk, így köszönöm Gigi még egyszer, hogy gondoltál rám, és szerintem ezt a szettet nagyon jól kiegészíti, a kezemen pedig ugyanazok a kiegészítők vannak, mint az előző nap, vagy az előző klipben. És igen, ez egy nagyon kellemes, kényelmes outfit, azt hiszem, hogy már nincs mit mondanom extrát ezzel kapcsolatban. Ja, hülye vagyok, de van mit mondanom, hogyha van egy ilyen szettetek eladó, szóljatok! Méghozzá azt hiszem, hogy ez egy XS-es felső és egy S-es nadrág, azt hiszem, szóljatok, hogyha nem kell, megveszem, legyen kettő, mert olyan szinten sokat mosom például. Nem azt mondom, tehát nagyon könnyen megszárad, főleg így nyáron, mint hogyha semmi nem lenne az anyaga, mint hogyha már az az érzésem, hogy kiveszem a mosógépből és már száraz, tehát ez a jó benne, hogy szinte minden nap ki tudom mosni és újra hordani, mert nagyon hamar megszárad, szinte egy óra alatt. De szóljatok, hogyha van ilyen eladó szettetek, ugyanilyen. Íme a következő szettem, amit a városban viseltem, vagy hát a belvárosban voltunk a párommal, mert egy-két hivatalos dolgot intéztünk és elhoztuk a Kertnerstrasséről az ő öltönynadrágait, mert sikerült tök jó áron neki tök jó öltönyöket venni. De lehet, hogy említettem, azt hiszem, talán az egyik vlogban, hogy voltunk öltönyöket venni, és találtunk kettőt is, viszont mind a kettő, vagy hát az egyiket ugye ilyen olasz, hogy mondjam, ilyen olasz hosszúra szerette volna, hogy kicsit rövidebb legyen, a másikat pedig sima öltönyhosszra, tehát ilyen elegáns öltönyhosszra, és mind a kettő kicsit hosszú volt neki, úgyhogy ezt hoztuk el, mert az két hét, vagy talán egy hétig kellett várni rá, nem tudom, a Peek & Cloppenburgba vettük, de talán ezt amúgy is említettem, úgyhogy így mentem, mert nagyon meleg volt. Ez egy Zarás ruha, méghozzá Vintedről rendeltem, és nagyon örülök neki. Ez az a ruha, amit ki akartam fehéríteni. Ez az a ruha, amiért vettem egy ilyen Venice fehérítőt, és ki szerettem volna fehéríteni, de nem vagyok biztos benne, azt kell, hogy mondjam őszintén. Ahogy nézem a ruhát, szerintem ennek ilyen színe van. Ennek ez a színe. Nem látszik rajta elszíneződés, és attól tartok, mivel imádom ezt a ruhát, hogy nehogy foltosan legyen fehérebb, tudjátok? Írjátok le a kommentekben, ti mit csináljátok. Nem gáz amúgy a színe, főleg így kamerán keresztül. Nagyon szép, amúgy volt benne egy bélés, egy ilyen poliészter bélés, amit én kivágtam, mert a szoknyája nekem iszonyatosan ilyen tésasszonyosan
elállt magamon, és így sem átlátszó. Igen, azt hiszem, valami potom pénzért vettem a Vintiden, és ezt viselem, vagy viseltem a posetmetisztáskámmal, és az orán papucsommal, mert szintén nem mentünk, tehát egy-két óránál többet nem gyalogoltunk, úgyhogy inkább a papucsot vettem fel hozzá, mert szerintem ruhákkal amúgy is előnyösebb, megpróbálom nem, hogy ne remegjen a kezembe, iszonyatosan remeg. Ruhákkal amúgy is előnyösebb egy papucs, ami nincsen nyilván bokában, egy ilyen bokapánttal elszelve, és ez egy nagyon-nagyon kellemes outfit, amúgy ez egy pamut ruha, tökéletes ilyen melegben, és szerintem elegáns is. A fekete nyakláncom van most rajtam, de nem azért, mert ezt voltam, nem hordtam nyakláncot, mert amúgy sem látszik. Volt rajtam fülbevaló? Ja, fülbevalót nem is tettem be, biztos, hogy volt rajtam valamiféle H&M-es fülbevaló. És íme a következő look, amire már emlékszem, hogy mikor hordtam, ugye felsorakoztattam nektek így, vagy felsorakoztattam fogasra, hogy ne felejtsem el, hogy miket hordtam, és próbálok amúgy visszagondolni. De ezt az outfitet, most elég hülyén van itt ez a zsinórja, ezt akkor hordtam, amikor hétvégén megkaptam a spirálomat, és vagy szombaton, vasárnap így nem volt semmi bajom, meg egész nap feküdtem, vagy hát itthon voltam, itthon voltunk, és hétfőn meg így nem voltam jól, tehát, hogy valószínűleg a spirál behelyezése miatt is, de, vagy nem tudom, hogy csak amiatt, de meg volt dagadva a hasam eléggé, és görcsöltem is, vagy kicsit fájdalmaim voltak, hál' Istennek csak azon az egy napon, utána, vagy azóta minden oké, és nem tudom, hogy ez amiatt volt a beavatkozás miatt, vagy hogy utána rá egy napra megjött normálisan a menstruáció. Fogalmam sincs, de ez egy olyan nap volt, ez a hétfői nap, hogy azt mondtam, hogy szakadjon le rólam mindenki, én nem akarok senkire ránézni, én nem akarom kényelmetlenül érezni magam, legszívesebben egy pizsamában mennék dolgozni, nem akarok semmi feszülőset hordani, semmit. Úgyhogy felvettem ezt az arásszettet, ami lényegében úgy néz ki, mint egy pizsama, gumis dereka van, ezzel az ingel, egy fekete maxmara, weekend maxmarás papucsal, ezt már láthattátok, és a lőeve táskámmal. És ez a nyaklánc volt hozzá, úgy gondolom, azt hiszem, igen, és az óra, és ennyi. Tehát ez annyira kényelmes volt számomra, és nyilván mondhatjátok, úristen, ez egy színes pizsama, igen, de ez nekem azon a napon tökéletes volt, és nem éreztem magam slamposnak, valószínű azért az arcomra rá volt írva, hogy igen, szakadjatok le rólam, és hagyjon mindenki békén. De ez egy nagyon jó outfit volt arra a napra, és amúgy egy nagyon jó nyaralós outfit is igazából, vagy fürdőruha fölé feldobni, vagy akár az egyes részeit külön-külön kombinálni. De ez engem megmentett a hétfői napon, azt hiszem. Egészen addig, amíg át kellett cserélnem az egyenruhámra. Az a fehér nadrág, az a feszülős fehér nadrág, amit hordok, annyira nem tett jót, főleg, hogy úgy éreztem, hogy bele se fér a hasam, de abban a nettó 40 percben, amíg ez rajtam volt hétfőn, jól éreztem magam benne, és kényelmesen. Ezt az outfitet egy, azt hiszem, egy pénteki napon hordtam, egy ilyen smink nélküli outfit volt, takarítottam a lakásban, és azután elmentem bevásárolni, vagy elmentünk bevásárolni. Láthatjátok is, hogy ültem benne az autóban, és meg van gyűrődve, de meleg volt, és nem akartam sokat szarakodni igazából az, hogy mit veszek fel. Magamra kaptam ezt az overallt, ezek nagyon jó választások, vagy ez az overall, egy régi zarás, nagyon jó választás. Megint elfelejtettem szintén mondani, hogy honnan vannak a ruhák, vagy nem tudom. És amúgy ez egy rövidke overall, és olyan rohadt melegben ez tök jól funkcionált. Szintén a lőeve táskámat vettem fel hozzá. Én szoktam mondani, hogy nem szeretem mutogatni a lábaimat, és ennek köze van sajnos ahhoz is, hogy eléggé ilyen elrepedezett hajszál ereim vannak, de ilyenkor nyáron teljesen mindegy, úgyhogy az Hermes orán szandálomat vettem fel hozzá. Ezek nem erek ott, hanem bevertem például, tehát nagyon hajlamos vagyok, ha beütöm magam, hogy bekéküljön. És az a helyzet, hogy gondolkodtam azon, hogy tudjátok, vannak ezek, majd írjátok le a kommentekben, hogy mi a véleményetek, vannak ezek az ilyen elinekciózások, hogy ezeket az ilyen kis hajszálereket így elinekciózzák, és akkor utána ezt a kompressziós harisnyát hordod egy darabig. Nekem amúgy is kellene a munka miatt is hordani, mert viszonylag sokat állok, de mióta az egyik rokonomnak
Nagyon csúnyán mellé lőtték ezt a szurítót, és így nem is tudom, hogy valami rossz érbe kapta az injekciót, pedig neki is ilyen, tehát ilyen esztétikai dolog volt, és így kinyílt a lábán egy seb. Azóta így nagyon, nagyon úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy nem, mégse. Nagyon félek tőle, mióta látom, hogy hogy néz ki. És most valamiféle ilyen lézeres kezelésre jár, hogy ez a seb begyógyuljon neki. Nem tudom, mindegy vagyok. Nem tudom, hogy mi történt, de azóta így ez a gondolatom, hogy megcsináltatnám, lehet kicsit így elszállt, vagy így nem tudom. Valószínű, hogy ritkán történik amúgy ilyenfajta komplikáció, de kicsit elvette a kedvem. Úgyhogy van valami más megoldás ilyen hajszál erekre, mert úgy még jelenleg kimondottan viszerem, ami látható, nincs, vagy nem érzem. Biztos, hogy lesz, mert a családunkban nagyon erősen jelen van a viszér. Anyukámnak is van, operálták, visszajött, számítok rá, nem tudom. Eddig nyilván én csak ezeket a hajszálereket látom most még eddig, de nagyon zavaró, és ezért sem szeretem annyira mutogatni a lábaimat, és nem akarok olyan lenni, mint anya, hogy ő sem vesz fel így rövidet, pedig nincsenek rossz lábai. Nem tudom, írjátok a kommentekben, hogy nektek mi vált be, vagy hogy ezt csak így fogadjam el, mert fogadjam el, nem tudom. De ez volt a szettem, a vásárlós, boltba menős, rohangálós, 40 fokos. És íme egy kicsit elegánsabb outfit, ez csütörtökön volt rajtam, ugyanis a kolléganőimmel munka után elmentünk iszogatni. Kicsit gyűrött, mert tegnap ebben videóztam, és egy órát ültem a kanapén benne, de meg akartam mindenképpen mutatni. Mind a kettő rész az arától van, a nadrág is, és a felső is. Mind a kettő még azt hiszem, hogy kapható. Felvettem most ezt az aranyfülbevalót. Ez egy H&M-es ilyen nagyobb aranyfülbevaló. Szerintem jól illett hozzá. Ami volt rajtam cipő, az az Hermesnek a Santorini szandája, mert pontosan nem tudtam, hogy mennyit táncolok, mennyit megyünk, és jó döntés volt, hogy ezt vettem fel, mert nagyon kényelmes volt, és attól függően nem igazán látszik rajta, bocsánat, végzett a mosogatógép, hogy ez egy szandál, de így kellemesen éreztem magam benne. Utána átgondoltam a helyzetet, ugyanis mind a két kolléganőm magas sarkút vett fel, és én amúgy is nagyon alacsony vagyok, ők még óriásiak voltak mellettem, de nem tudtam volna én magas sarkúban jól érezni magam, azt hiszem. Talán egy kasztányért ugye elvihettem volna magammal, de amúgy a lőve táskám volt velem a munkában, és ezt vittem el magammal, és hogyha belegondolok, lehet, hogy egy Fendi Peekaboo, vagy egy Chanel Miniflap jobb lett volna ez az outfithez, de nekem dolgokat kellett cipelnem magammal a munkából, és szerintem ezzel a táskával sem nézett ki annyira rosszul. Amit még magamra kaptam, ez egy Click H karkötő az Hermes-től, az órám volt rajtam, nyakláncot nem vettem fel, és amúgy ez egy ilyen magas derekú nadrág, az Zarából nagyon szuper modál anyaga van, nagyon kellemes. Lehet, hogy kicsit remeg a kamera, de megpróbálom megmutatni, hogy milyen így hátulról ez a top. Hát látjátok, hogy nincsen háta. És szerintem ez így nagyon-nagyon csinos, vagy nekem nagyon tetszik, mert előről nem gondolnád, hátulról meg ilyen jó kis szexi. Úgyhogy mindenképpen meg fogom rendelni feketében is, mert van az arán, az ara oldalán feketében is. És azt hiszem, ilyen 23 euró körül van, és szerintem gyönyörű. És annak is tudom ajánlani ezt a felsőt, akinek mondjuk van hasa, vagy el szeretné rejteni a hasát. Én ugye meg voltam menzeszem, kicsit nagyobb volt ugye akkor a hasam, és jól éreztem magam, hogy ez úgy kicsit elrejti. És amúgy nekem tetszett ez az outfit, szerintem nagyon szép a sziluettje. Én nem hordtam hozzá semmit, tehát hogy se bimbó tapaszt, semmit, mert nagyon, vagy hát viszonylag vastag ez az anyag, de esetleg bimbó tapaszt az nem jöhet rosszul, de nem látszik át egyáltalán. És nem vagyok biztos az összetételében, de talán egy ilyen vastagabb pamutlen lehet. Nyilván ez egy fél felső, igen. Le is zárom ezt a videót az utolsó outfittel, és remélem, hogy nem fogtam be egyfolytában a mikrofonnak a nyílását, és jól hallotok, mert szoktam ilyet csinálni ezeknél a videóknál. Ez az outfit ilyen, így még nem volt rajta a ruha sem, viszont most megyünk a párom nagymamájához, és grillezni fogunk. Természetesen ezt a ruhát, overált, le fogom venni előtte, és felkapok valamilyen strandruhát, ami lehető. De mindenképpen szeretném felvenni. Ez a Massimo Dutti overall, amit a páromtól kaptam.
Íme így néz ki, már mutattam nektek egyszer, és megpróbálom megmutatni most. Várjatok csak, megpróbálom megmutatni a hátát, hogy milyen. Ez is nyitott és így átlapolt. Én remélem látjátok a hátát, hogy milyen nyitott és átlapolt. És szerintem rendkívül kényelmes és gyönyörű, amúgy olyan, mintha ruha lenne. Szandálként a Valentino szandálomat veszem fel, azt hiszem. Ezt még 2 éve vettem, azt hiszem, Pándorfban. A táskám az nem lesz újdonság, és a fő kiegészítő az az Eli Urpika lapom, amit mindenképpen felveszek fényvédelemként, meg szerintem ez egy isteni kiegészítő. És sokan szoktátok kérdezni, hogy nem félek-e hordani a drága dolgaimat, a fehér dolgaimat, nem félek, hogy bajuk lesz, és azt kell mondanom, vagy egy jó tanácsot adok nektek, hogyha megveszitek ezeket a szép dolgokat, hordjátok őket. Valahogy nekem is megkarcolódik. Megmutathatnám mind a kettő Hermes szandálomat például, hogy hogy néz ki a talpa. Van, hogy megkarcolódik, van, hogy lerugom a sarkát, de nem érdekel, mert azért vettem, hogy hordjam, nem azért vettem, hogy fölrakjam a polcra, aztán azt mondjam, hogy nézzétek meg az én szép kollekciómat, de különben az arás szandálokat hordom, amivel nincs bajom, mert hordok olyat is. Főleg például, hogyha eszpadrill cipőkről beszélünk, nem is biztos, hogy beruháznék egy drágábra. Mangos eszpadrill cipőim vannak a gyerek részekről, mondjuk felvetném az eszpadrillt is ehhez, ugye? Mindegy, szerintem ezt fogom felvenni. Nem tudom, majd még átgondolom. Felvetném azt is, de hogyha van, miért nem hordod? Rövid az élet ahhoz, hogy én ezeket tartogassam. Különben, hogyha meg tartogatnám, akkor nem kell, nincs rá szükségem, nem hordanám, nem használom ki, úgyhogy használ a dolgaidat, még akkor is, hogyha majd látszik rajtuk, hogy használtad, azért vannak. Viszont azt hiszem, hogy meg is ragadom az alkalmat, és el is búcsúzom tőletek, mert sietnem kell, még van egy-két dolgom, mielőtt elindulunk, és ha szeretnétek tudni, hogy milyen parfümöket hordtam az elmúlt egy héten, nézzétek meg a kedvences videómat, ott benne lesznek, most erre nincs időm, vagy nem akarom felvenni őket, kipakolni őket. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!